Ösztöndíjról és vizsgatámogatásról döntött nemrég a zuglói önkormányzat. Az ösztöndíjat diákok kaphatják, a vizsgatámogatást pedig olyan regisztrált munkanélküliek, akik valamilyen továbbképzésre jelentkeztek. A részletek ismertetésére Lévai Sándor jött el a stúdióba, aki a kerületi önkormányzat szocialista frakciójának tagja, önkormányzati képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük a diákok ösztöndíjával. Mennyit, kinek, mikor, milyen feltételekkel? Igen. Zugló önkormányzata az elmúlt évtizedekben nyugodtan mondhatom, hogy eléggé nagy lelkűen támogatta azokat a diákokat, általános iskolás gyerekeket, középiskolásokat, akik szociálisan rászorulóak. Főleg ezt a zuglóiak egymásért alapítvány támogatási keretrendszerében valósította meg. Ez megfelelő feltételekkel, főleg a szociális szempontokat figyelembe véve, havi 10-12 ezer forintos támogatást jelentett. Ugyancsak támogatta főiskolára, egyetemre járó hallgatókat, a Bursa Hungarika állami elnevezésű, már évtizedek óta zajló támogatási rendszer keretén belül évente 8-9 millió forintot fordított erre a költségre. Azon töprengtünk az önkormányzatban képviselő társaimmal együtt, és főleg a köznevelési bizottságon belül, hogy hogyan lehetne a továbbképzési támogatás, tanulmány ösztöndíj rendszert megújítani olyan vonatkozásban, hogy ne kizárólag a szociális feltételrendszert vegyük alapul, hanem ösztönözzük a jobb tanulmányi teljesítményt nyújtó diákokat, és ismerjük el, hogyha jól teljesít az adott tanuló. Na, ennek keretén belül több hónapos munkaelőkészítést követően sikerült a képviselőtestület elé beterjesztenem egy rendelettervezetet, amelyet a képviselőtestület elfogadott szeptember 21-én, és lényegében érvénybe lépett és hatályossá vált most már így novembertől kezdődően. Ennek két eleme van. Az első elem az általános iskolás korosztálynak a támogatását jelenti. 6., 7., 8. évfolyamos gyerekekről van szó, tanulókról van szó, akik állandó zuglói lakhelyen, lakóhelyen rendelkeznek. Ezek a gyerekek, ha 3,5-es átlagot veszünk alapul, tanulmány átlagot, erről a 3,5-ről vagy a fölötti átlagról indulnak a tanév elején, ugye 2017. szeptemberétől számítjuk ezt az időszakot, azaz 4-es tizedet javítanak, tehát azt jelenti, hogy 4 tantárgyból javítanak egy egész érdemjegyet évvégéig, akkor a következő tanévben havonta 7000 forintos támogatást kapnak zugló önkormányzatától. Egy éven keresztül kapják ezt az ösztöndíjat? Igen, egy éven keresztül, pontosabban 10 hónapon át, ugye a szorgalmi időt vettük figyelembe, a nyári hónapokra ez nem jár, tehát ez 7000 forintot jelent, amelyet a következő tanév folyamán az érintett tanuló megkaphat. Jól értem, tehát a zuglói lakhely az egyik feltétele ennek a támogatásnak, de nem kaphatják meg azok, akik nem zuglói lakhelyen rendelkező, de zuglói iskolába járó diákok? Igen, tehát rájuk ez nem vonatkozik, kizárólag itt a zuglói lakóhelyen, lakhelyen rendelkező. Ők viszont akkor is megkaphatják, hogyha nem zuglói iskolába járnak. Így van, tehát a 16. 13. kerületben járnak, más intézménybe, más kerületbe, vagy alapítványi iskolába járnak, de zuglói lakóhelyen rendelkeznek, ők is pályázhatnak erre a támogatásra. Beszéljünk a tanulmányi kritériumról. A 3,5-es átlag az csak példaként hangzott el, vagy pedig ez egy minimum belépőszint? Minimum belépőszint, tehát 3,5-től indul ez a pályázati lehetőség. Inkább a közepesen teljesítő tanulókat céloztuk meg, hogy szeretnénk ösztönözni a jobb munkára. És őket. Akkor a szegény, kitűnő tanulók azok kiesnek a támogatásból? Hát a kitűnő, aki mondjuk jeles, nyilvánvalóan már hát nincs. Nem csak a jeles, már a 4,7-es átlaggal rendelkező is kiesik. Igen, ebben a rendszerben így van, kiesik, 4,7-es, de 4,6-es benne van a rendszerben, ugye a 0,4-es javítást illetően. Én azt gondolom, hogy ez egy próbaév lesz, ami előttünk áll, és természetesen fogjuk majd a tapasztalatokat értékelni, és a következő évben, tanévben majd esetleg módosítunk ezen a rendeleten. Több hónapon keresztül gondolkodtunk, mi lenne az igazán jó megoldás, elindítjuk ezt a folyamatot, kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan fog ez beválni. Még a feltételeket egy kicsit részletezzük. Korábban beszélgettünk erről, és tudom, hogy a magatartás és a szorgalom jegyek nem számítanak be, de mi a helyzet a készségtárgyakkal, rajz, ének, igen, torna?
Hát pedagógusként azt gondolom, a legszörnyűbb dolog az lett volna, különbséget teszek a tantárgyak között a javaslatomban. Természetesen megállapodtunk abban, hogy magatartás, szorgalom jegyeket, minősítéseket kivéve minden tantárgy beleértendő a számítási alapnál, tehát a készségtárgyak is számítanak. Azt gondolom, hogy ez így fair és így korrekt. Hogyan lehet igényelni ezt a támogatást? Az önkormányzatot fel kell keresni, van-e esetleg valamilyen online felület, ahol kérelmezni lehet, vagy levelet kell írni? Igen. Maga a pályázati kiírás az a Zugló honlapján megtalálható, de igazán feladata a szülőknek és a gyerekeknek a tanév végén lesz, ennek a tanévnek a végén. Hiszen arról van szó, hogy a kérelemben megvan ennek a formanyomtatványa természetesen, a kérelembe be kell nyújtani az előző évvégi bizonyítványnak a hiteles másolatát, és az, ennek a tanévnek a zárását bizonyító bizonyítványnak a hiteles másolatát. Hisz ez fogja bizonyítani, hogy egy 5. osztály évvégi eredményét, ha összetudjuk hasonlítani egy 6. osztály évvégi eredményével, hogy megvan a tanulónál a 0,4-es javítás. És ha ez bizonyíthatóan megvan, matematikailag ez bizonyítható, zuglói lakhelyen rendelkezik az illető, akkor jogosultá válik erre a támogatásra. Tehát nincs további mérlegelés, ha valaki eleget tesz a feltételeknek, akkor az megkapja a támogatást. Igen. Ezek szerint készülnek akár annyi pénzzel is, hogyha az összes zuglói korosztályba tartozó iskolás javít évtizedet. Igen, hát készültünk ezzel, de természetesen kikértük a Zuglói Iskola Igazgatók Testületének az előzetes véleményét ezzel kapcsolatban. Tehát próbáltunk egy felmérést végezni, hogy az ő megítélésük szerint hány gyerek kapcsolódhat be ebbe a programba, és milyen kiadásokkal fog ez járni természetesen. Az igazgatói testület véleménye az volt, hogy körülbelül 100 diákot érinthet ez a javítási lehetőség. Azért ne felejtsük el, 0,4 az nem kevés egy tanuló esetében, tehát ott azért teljesítményt kell emelni, mindenképpen szorgalmasnak kell lenni ahhoz, hogy ez a teljesítmény szint emelkedés megtörténjen, és az ő véleményük is azt mondta, hogy 100-150-es nagyságrendű lehet körülbelül ez a tanulói kör, akik igényelhetik ezt a támogatást. Tehát ez egy olyan 6-7 millió forintos kiadást jelentett 2018-ban Zugló önkormányzata számára. Ezt a önkormányzati testület bátran bemerte vállalni, mert úgy gondolja, hogy ez egy jó célt szolgál. Hova kapják a pénzt ezek a diákok? Számlát kell nyitniuk, vagy a szüleik számlájára? Nyilvánvalóan, mivel kiskorúakról van szó, a szüleik számlájára fogjuk ezt átutalni, tehát a szülői számlaszám lesz a mérvadó, amit meg is kell adni a kérelemben természetesen. Beszéljünk akkor a másik támogatási lehetőségről, ami a regisztrált munkanélküliek továbbképzéséhez kapcsolódik. Itt miről van szó? A regisztrált munkanélküliek esetében ugye főleg itt is a korosztály ezért meg van határozva, 30 éves korig lehet ezt a támogatást igényelni, tehát a fiatalokat céloztok meg, a fiatal munkanélkülieket, regisztrált munkanélkülieket. Az a tapasztalat, ez szintén statisztikailag kimutatható, hogy regisztrált munkanélküliek közül nagyon sokan bevállalják az OK-i és szakmai képzést, azonban a záróvizsgát nem teszik le, 3 hónap után nem mennek el a záróvizsgára, magyarul nem fejezik be egy tanúsítvánnyal, egy bizonyítvánnyal, egy oklevéllel, egy szakmai oklevéllel ezt a tanfolyamot. És azt szeretnénk ösztönözni és elismerni, hogyha zuglói, szintén zuglói lakhelyen rendelkező regisztrált munkanélküliek minél többen a záróvizsgát letennék, sikeresen letennék, és ezt szeretnénk elismerni 25 ezer forintos egyszeri juttatással, egyszeri támogatással. Tehát az ösztönzés ilyen szempontból van meg, hogy egy befejezett OK és vizsgával tudjon kilépni a munkavilágába, ezáltal a munkaerőpiacon a fiatal munkavállaló regisztrált munkanélküli korábban jobban el tudjon helyezkedni. Itt egyszerűen csak annyi a feltétele a támogatásnak, gondolom, hogy benyújtsa hát egyrészt az ő regisztrált munkanélküliségéről szóló igazolást, másrészt pedig a vizsga bizonyítványát. Így van, ez 2018. január 1-e után szerzett oklevelekre vonatkozik, tehát ez is költségvetési szempontból a 2018-as évet fogja érinteni önkormányzati vonatkozásban, de ezt be fogjuk tervezni a 2018-as költségvetésbe, ennek a fedezetét. Felmérések szerint ez egy 6-7 millió forintos összeget jelent szintén, 200 zuglóit érinthet, uszkve, ez a felmérésnek az eredménye, és természetesen 18. január 1-e után a vizsga eredmény megszületett, igazolja, hogy említette a
a munkanélküli regisztrációját, illetve igazolja, hogy részt vett ezen a tanfolyamon, eredményesen záróvizsgát tett, ezt is egy formanyomtatványon kell igényelni, fénymásolni kell, hitelesen is be kell mutatni az OK és oklevelet, és ezt követően pedig erre a kérelemre átutaljuk a 25 ezer forintos elismerést, jutalmat. Itt is feltétele a zuglói állandó lakhely? Tehát... Igen. Igen, itt is a zuglói állandó lakhely, tehát nem tartózkodási hely, nem ideiglenes lakcím, hanem állandó lakhely. Szeretném azt jelezni, hogy említettem, hogy természetesen a tapasztalatok figyelembevételében meglátjuk jövőre, hogy mekkora igény van rá, mekkora költségkeretet igényel, és ha kell, akkor módosítjuk ezt a rendeletet, akár bővíteni is tudjuk ezt a lehetőséget. Ha már említette a bővítés lehetőségét, van-e a Tarsolyban most esetleg olyan elképzelés, ami a későbbiek folyamán 2018-ban válhat valóra? Akár gondolok például az ösztöndíj bővítésére korosztályok felé két irányba is, akár az alsó tagozatosok felé, akár a középiskolások, ne adj Isten, egyetemisták felé. A bővítésben gondolkodtunk, ugyanis van ennek a rendszernek egy tovább lépése. Ez azt jelenti, hogy ha ebben a tanévben ő 4 tizedet javít, általános iskolai 6., 7., 8. osztályról beszélünk, és vállalja azt a következő időszakban, hogy a javított eredményhez képest még 2 tizedet tud a következő tanévben javítani a teljesítményén, a bizonyítvány eredményén, akkor még egy évvel meghosszabbíthatja ezt a támogatási rendszert. Tehát USZKE azt jelenti, hogy egy jelenleg 6. osztályos tanuló sikeres teljesítmény esetén és eredményes tanulmányi munka esetén tovább viheti 7. osztályra is, vagy 8. osztályra is pontosabban ezt a lehetőséget. Tehát adtunk még egy év laufot, csak akkor még jobban kell teljesíteni. Tehát gondolkodtunk ezen a szisztémán, és be van építve ebbe a rendszerbe, de ez majd a következő évnek a következő gondolata lesz. Köszönöm szépen az információkat, reméljük, hogy minél többen fognak pályázni ezekre az ösztöndíjakra, és kimerítik a rendelkezésre álló keretet. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy ez az információ eljusson minél több zuglói szülőhöz, zuglói diákhoz, pláne az érintettekhez. Ezért azt tervezem, hogy az önkormányzat segítségével tájékoztató anyagot fogunk az iskolákhoz eljuttatni, plakátok, szórólapok formájában, hogy még a tanév folyamán értesüljenek a diákok erről a lehetőségről minél szélesebb körben. Természetesen, mert ennek megfelelően kell tanulni ebben az évben, mert csak úgy lesz a végeredmény pozitív. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!